Kedd délután az Óbudai Gilda Max Fitnessben 8 profi ökölvívó mérkőzést rendezett a Profibox Promotion. A hételei csetepatén egy kivétellel minden mérkőzés 4 menetre volt kiírva, ám a rövidre tervezett összecsapások ellenére így is akadt izgalom bőven. Elsőként Torma Csaba és Boravit Zoltán lépett ringbe. A nagyváltósúlyú összecsapáson Torma remekül használta hosszú bal egyeneseit, mely gyakorlatilag győzelmet eredményezett számára. Igaz, Boravit sem adta könnyen magát, és több alkalommal eredményesen is letámadta ellenfelét. A harmadik menet döntőnek bizonyult a meccsen, hiszen Torma egy remek ütemű jobb felütéssel padlóra küldte Borovicsot. A mérkőzést végül a pontozók döntötték el, akik egyöntetűen Torma Csabát látták jobbnak. Mindenféleképp ezekre a balegyenesekre alapoztam, azokat próbáltam gyakorolni, mennek a meneteken keresztül, örülök neki, hogy ennyire mennek. Mindenféleképpen ezt akartam csinálni a ringben. Orsós József és Hajduri Herni egy kiegyenlített menetet boxolt. Orsós hatalmas magasságbeli hátrányban volt ellenfeléhez képest, ennek megfelelően pedig testen próbálkozott pontokat gyűjteni. A 4 menetes középsúlyú meccsen sok volt a pontatlan ütés, a pontozók azonban úgy látták, hogy Orsós volt az, aki többet tett a győzelemért, így végül megosztott pontozással Orsós József nyerte a mérkőzést. Sokkal rutinosabb versenyző ő, mint én. Sokkal-sokkal rutinosabb. Úgyhogy nagyon örülök neki, hogy győzni tudtam. Boldog vagyok, örülök neki. Molnár Gábor és Pászti István mérkőzése egyoldalú küzdelmet hozott. A tapogatózó első perc után Molnár többször is keményen megszórta Pásztit, aki csak a védekezéssel volt elfoglalva. A második menetben a képlet változatlan maradt, Molnár folyamatosan támadt és talált is, Pászti viszont csak az ütéseket próbálta elkerülni. A mérkőzés vezető a menet közepén elégelte meg a látottakat, és teljesen jogosan léptette le Pászti Istvánt, vagyis a mérkőzés technikai KO-val Molnár Gábor nyerte. TKO-val győz a piros sarokban Molnár Gábor! Micskó Sándor és Zsálek Gábor remek 4 menetet produkált. A végig nagyon fegyelmezett Micskó jól kezdte a találkozót, és az első menetet minden bizonnyal meg is nyerte. A folytatásban aztán Zsálek ritmust váltott, és ennek köszönhetően felváltva jöttek a pofonok. A meccs közepén Zsálek egyértelműen fölényben volt, sőt egy-két kombinációja át is szaladt Micskón. A hajrában mindkét bunyós érezte, hogy egy lapáttal még rá kell tenni a győzelemhez. Ennek megfelelően pedig igazi adok-kapok csatává vált a negyedik menet. A remek iramú és színvonalas találkozó végül döntetlen eredménnyel zárult. Elégedetlenek vagyunk ezzel az eredményemmel. Ez olyan, mintha nem csináltunk volna semmit, viszont mégis baromira elfáradtunk benne, meg nagyon sok munkánk van benne. Szóval nagyon nem örülök ennek az eredménynek. Hát gondoltam, hogy erős lesz az ellenfelem, mert ugye 2 vagy 3 súlya feljebbről jött le, de én úgy érzem, hogy jó helyt álltam. Sajnálom, hogy ez lett a vége. Hát igen, érződött ez a különbség, hogy én feljebb mentem, ő lejjebb jött. Fárasztó meccs volt. A taktikám nem teljesen ez volt, amit csináltam, hanem hogy kisebb ütésekkel szépen kipontozgassam. Tehát nem nagyon feküdt az elén, és ezért álltam át a első menet végétől a kicsit erősebb boxra. A menetek első fél percét azt lazán pattanósan próbáltam, többit pedig erősen. Hát az erőlködés nem hozta meg a gyümölcsét. Elégedetlen vagyok. Az eredményeim alapján igen, meg amióta boxolok, de ahhoz képest, hogy most őszinte leszek, egy betegség miatt nem tudtam edzeni, de ezt a riportban nem akartam leadni, mert az ellenfelem is vissza tudja nézni. 2 hónapja nem edzettem semmit. Idekárt nem tudtam edzeni, beteg voltam. Az anyagi helyzetem is sajnos úgy alakult, meg a családi életem is, tehát ez nem mentség számomra. Rutinból boxoltam, nekem ezt meg kellett oldanom. Ezen az téren elégedett vagyok magammal. Sanyi egy elég képzett ökölvívó. Hoztam a formámat. Ha edzenék, akkor szerintem előbb be tudtam volna fejezni a mérkőzést. Szerintem a laikusok is látják a mérkőzés kimeneteléből, majd ha végignézik, hogy el voltam fáradva a második menetben. Nincs kondim, tapasztalatban boxoltam a sráccal, de én ennek ellenére úgy érzem, és itt egy pár hozzáértő úriember van, és azt mondják, hogy nekem megvolt ez a mérkőzés, de örülök, korrekt volt a döntetlen egyébként. Én ezt tartom korrektnek, úgyhogy magamhoz jól teljesítettem. Gyalog Zsolt és Domonkos Károly középsúlyú összecsapása alig 1 percig tartott.
Néhány bemutatkozó ütésváltás után Domonkos egy kombináció végén testen kiütötte Gyalog Zsoltot. Megvan a rutinja, van egy pár súlykülönbség, és ezt megpróbálom technikával behozni azt a kis előnyt. Szerencse is kell, már mint olyan értelemben, hogy ő ne figyeljen, és én azt a, pontosan azt a pillanatot tudjam kihasználni. Kubicsek Antal és Balatoni Csaba négy menetes meccse is remekül sikerült. Kubicsek rögtön a találkozó elején magához ragadta a kezdeményezést, és szépen találgatta el ellenfelét, aki vélhetően a nagyütő erejében bízott. A meccs végig egy oldalúnak bizonyult, hiszen Kubicsek folyamatosan ment előre és talált is, míg Balatoni ritkán indított választ, emütései akkor sem voltak pontosak. A négy menet után Kubicsek megérdemelt egyhangú pontozásos győzelmet aratott. Egyhangú pontozással győz a piros sarokban Kubicsek. Nagyon keveset indított, tudod? Érzem, mentem előre, és nagyon keveset indított, úgyhogy mintha nem is lenne formában, én ezt éreztem. Úgy gondolom, hogy így könnyű kibontakozni, hogyha nem üt vissza az ellenfél, tudod? Régi Dániel nem sok esélyt adott Petrovics Jánosnak élete első fél nehéz súlyú mérkőzésén. Régi gyakorlatilag ütés sem engedélyezett Petrovicsnak, akire már az első perc végén számolni kellett. A számolás után Régi újabb ütészáport indított, melynek következtében a mérkőzés vezető leléptette Petrovicsot, és kihirdette Régi Dániel technikai KO győzelmét. Az első menetben TKO-val győz, a piros sarokban Régi Dániel! Úgy éreztem magam. Érezni lehetett olyan, hogy rengeteg komoly mérkőzés van a háta mögött, és hogy ő is sok nagy csatát meghívott, megvívott igazából. Az ő könyvvel szerintem az egy szellemi vetélkedő. Ez most furán hangzik, amit a kezünkkel vívunk meg. Az, hogy valaki fizikálisan fel van készülve, az, hogy valaki esetleg jó kondícióban van, az még nagyon kevés. Az ő könyvvel az harcászat. Itt szükség van taktikára, szükség van technikára. Túl kell járni a másik eszén, ezért mondtam, hogy ez egy szellemi vetélkedő. Itt a másikat hibázásra kell készíteni, és azt kihasználni. És most úgy gondolom, hogy ez sikerült. Ez a mérkőzés rövid volt ahhoz, hogy messze menő következtetéseket levonjak ebből, hiba lenne. Ez egy állomás volt a visszatérésem óta, ami januárban volt, az volt azóta a negyedik mérkőzésem. Ez egy állomása volt, hát a távati tervek között sokkal magasabb színvonalú mérkőzések, esetleg címmérkőzések szerepelnek. Ez egy állomás volt ahhoz. A nap utolsó mérkőzésén két veretlen cirkáló súlyú bunyós, Bajzát Tamás és Tóth Tamás küzdött egymással. A meccsen két teljesen eltérő stílusú bunyós találkozott, aminek hatalmas csata lett az eredménye. Az első menetben a sokat mozgó Bajzát szépen találgatott, ám a felvonás végére Tóth emelt a sebességen és átvette az irányítást. Így az első menetben is remek ütésváltások alakultak ki. A folytatás hasonlóan alakult, mint az első menetben. Bajzát jól kezdett, a menet közepétől viszont a rendkívül kemény Tóth akarata érvényesült. A meccs hajrájában a felek mindent kiadtak magukból, és fantasztikus bunyót produkáltak, ahol a nagy öröm mellett sok tiszta találatot is láthattak a nézők.
A 4 menet után a pontozóbírók döntetlenre adták a mérkőzést, mely a 4 menet alapján teljesen megérdemelt eredmény. Mérkőzés végeredménye! Döntetlen! Hát igazából sajnos nem én ülök a pontozóasztalon. Mint látszik, azért fáradunk ő is, én is. Első menetet, másodikat mindig más taktikával és taktikával kellett hozni, hisz ezzel tudtam meglepni őt egy-egy másfél percig, amíg a kondin bírta, aztán azért szépen alkalmazkodott. Mondhatnám, hogy ez ilyen, hát amatőrül megtanultuk, hogy vannak ilyenek. Hiába érezzük magunkénak, nem a milyenké, hiába érezzük megnyertnek, nem a milyenké. Talán még ez a döntetlen, mondom, tényleg igazságosnak, mert ha ő kapta volna, akkor tényleg így a szabályrendszert rúgnánk föl, hiszen a védett ütés nem számít bele. Ha már most ő akármennyit ütött, én nagyon sokat úgy érzem, hogy nem talált. Én inkább többet ütöttem kesztyű mögé, pontosabbak voltak a kontráim. Én úgy érzem, hogy talán azokkal én nyertem volna a meccset. Megpróbáltam kihozni magamból a maximumot, ez nem jött össze teljesen, az ellenfelem nagyon jó volt, minden dicséretet megérdemel, egy jó boxoló. Ez az eredmény lett. Amit ma ki lehetett hozni magamból, azt kihoztam. Visszavágó? Hát remélem, hogy lesz. Hál' Istennek elég kevesen vagyunk ebbe a súlyba, úgyhogy bízom benne, hogy hamarosan tudunk újra találkozni. Akár már ma is benne vagyok, vagy holnap, amikor összehozzák, nekem akármikor jó. Én mindig jól érzem magam a ringbe.